Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter megbízásából a KMKS felrobbantott ungvári székházánál tájékozódott Buhajla József, ungvári magyar főkonzul. A diplomata a Híradónak elmondta, hogy vélelmezhetően egy nagy erejű robbanó szerkezetet helyeztek el a szövetség irodájánál, és az ukrán rendőrségnek már vannak előzetes információi. Erről később ígértek a helyhatóságok tájékoztatást. Közben előkerültek a térfigyelő kamera felvételei is, ahol jól látható az elkövető, amint elhelyezi a robbanó szerkezetet a KMK ablakában. Ezt követi egy hatalmas detonáció, amit szintén rögzített a kamera. Buhajla József főkonzul helyszíni kommentárja következik. Megdöbbentő látvány fogadott, amit most így bejártam a területet és a helyszínt. Vélelmezhetően egy nagy erejű robbanó szerkezetről beszélhetünk, ami komoly károkat okozott az épületbe is. Én azt gondolom, hogy a helyi hatóságok ugyanúgy, mint a múltkori sajátos esetnél gyorsan és operatív módon reagáltak. Vannak előzetes információk, még erről nem akartak konkrét adatokat elárulni, de vélelmezhetően vagy a délután, vagy az este folyamán lesz bővebb információ. Erről én tájékoztatom miniszter urat, és én azt gondolom, hogy a szélsőséges elemeknek mindenképpen érdekében áll, hogy itt Kárpátalján is olyan helyzetet teremtsenek, ami hát az itt élő kisebbség számára gyakorlatilag egy olyan életszituációt, egy megfélemlítést próbálnak megvalósítani, aki senkinek nem jó, se Ukrajnának, se Magyarországnak. Én azt gondolom, hogy eddig is több mint 1000 éve egy békében egymás mellett éltünk. Ezeknek az akcióknak csak az elrettentés a célja. A kárpátaljai magyarok szeparatizmussal vádolásával és bűnbakként való beállításával Kijev elvonja a lakosság figyelmét a súlyos gazdasági politikai gondokról, mondta a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke a KMKS Beregszászi választmányi ülésén. Brenzovics László hangsúlyozta, 2019-ben Ukrajnában parlamenti és elnök választásokat is tartanak a tervek szerint, amelyek kampányaiban szintén szavazatszerzésre használják majd fel a kisebbségeket. Ezekbe a folyamatokba illik a nemzetiségi iskolák átállítása ukrán nyelvű oktatásra, vagy a kisebbségeket szintén hátrányosan érintő új ukrán etnopolitikai törvénytervezet is. Úgy állítják be a kárpátai magyarságot, hogy az veszélyt jelent a Ukrajna biztonságára. Először is a kárpátai magyarság az lojális állampolgárokból áll, másrészt pedig alig ha lehet azt elhinni, hogy a ország lakosságára kitéve 0,03% kárpátai magyar olyanfajta veszélyt jelent egyáltalán Ukrajnára. Nehéz ezt megmagyarázni, ugye nyilvánvalóan figyelemelterelésről van szó egyrészt, másrészt pedig a választások közelettével sokan a ultranacionalista választóknak a jó akaratát kívánják elnyerni, ezek a folyamatok azonban rendkívül veszélyesek. A Kereszténydemokrata Internacionális Budapesti Konferenciájának keretében a CDI teljes jogú tagjává választották a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséget. Brenzovics László szerint ez hatalmas siker, mivel a KMKS az ukrajnai pártok közül elsőként csatlakozott a nemzetközi közösséghez. A KMKS mindenkit a kisebbségek jogainak védelméről szóló európai aláírásgyűjtés támogatására buzdít. Ha ugyanis sikeres lesz a Minority Safe Pack elnevezésű kezdeményezés, akkor az Európai Uniónak érdemben kell majd foglalkoznia az őshonos kisebbségek helyzetével, így a határon túlélő magyarok jogaival is. A kárpátaljai magyarságnak különösen fontos a kezdeményezés, hiszen az új ukrán oktatási törvény elfogadásával jelentősen csorbultak az anyanyelvű oktatáshoz való jogaik. Legalább 1 millió aláírás kell a sikerhez. Az akció április 4-éig tart. Bízunk benne, hogy hatással lehet, és bízunk benne, hogy megfelelő módon fogják szabályozni, hisz Ukrajna is azt a célt tűzte maga elé, hogy Európai Uniós tagállam már szeretne válni. Amennyiben Európai Unióban ezt megfelelőképpen szabályozzák, az már Ukrajna számára is ugye egyfajta elvárás, illetve előfeltétel lenne, és ha ezt európai módon megfelelően megoldják, akkor ez számunkra feltétlenül csak pozitív lehet.